A KSH adatai szerint 2016 negyedik negyedévében a munkanélküliségi ráta 1,7% ponttal 4,4%-ra csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Az éves munkanélküliségi ráta 5,1%-os értéke pedig 1,7% ponttal volt alacsonyabb az előző évinél. A statisztikai hivatal mérése szerint a Magyarországon foglalkoztatottak száma 2016 utolsó három hónapjában 3,6%-kal haladta meg a 2015 év végén mért adatokat. 2016-ban éves átlagban a foglalkoztatottak száma 4.352.000 fő volt. Ez azt jelenti, hogy az előző évhez képest, tehát 2015-höz képest 141.000 fővel többen dolgoztak, a munkanélküliek száma pedig 73.000 fővel csökkent. Ez a 141.000 fős növekedés, ez 90%-ban az elsődleges munkaerőpiacon jelentkezett, de némileg a mintavételi hiba határon belül nőtt a közfoglalkoztatottak és a külföldön munkát vállalók száma is. Az adatok szerint 2016-ban átlagosan 235.000-en voltak munkanélküliek, az állásnélküliek száma minden korcsoportban csökkent. A munkanélküliség átlagos időtartama 17,9 hónap volt, a munkanélküliek 46%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít. Területi összevetésben az állástalanok száma leginkább az észak-alföldi régiókban csökkent. A foglalkoztatottak száma, illetve a foglalkoztatási arány az minden régióban emelkedett. A legjelentősebb mértékben 4% ponttal az észak-alföldi régióban történt a kedvező irányú elmozdulás. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ennek kedvező folyamatok ellenére a megyénket, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét tekintve a munkanélküliségi ráta azért több mint kétszerese a rekordalacsonynak tekinthető országos átlagnak. És a foglalkoztatási arány is valamivel az országos átlag alatt alakul a megyénkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016. decemberében 28.416-an voltak munkanélkül, számuk több mint 17%-kal, azaz mintegy 5.900 fővel csökkent az előző év hasonló időszakához képest.